A legjobb árakértés kedvezményekért nézzétek meg az Eneba oldalát, a linkeket pedig mint mindig most is megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Hát szó szerint ellepte, ahol Los Santost és Blinkantit, megérkeztek a karácsonyi ajándékok, a kaszinónak a LED falait hópelyhek borítják, kaptunk karácsonyfát szinte minden ingatlanunkba és bizniszünkbe, valamint bekerültek a játékba minden ilyenkor megszokott ruhadarabok, fegyverek, járművek és minden egyéb kiegészítő is, és ezen túl rengeteg minden más is érkezett a mostani heti frissítéssel, például új DLC-s tartalmak, vadonatúj karácsonyi eventek, új autók, belépési bónuszok, és még tényleg sorolhatnám viszonylag sokáig, de inkább nézzük meg részletesen, hogy mi mindent kaptunk ezen a mostani héten. Ez a jelenlegi hét most nem egy hétig, hanem kettő hétig fog tartani kivételesen, tehát december 21-től január 4-ig tudjátok kihasználni a videóban elhangzó ajánlatokat. Mindenek előtt kezdjük azzal, hogy mindenki, aki belép a játékba december 21-e és december 28-a között, az megkapja ajándékba a The Green Xmas Tree sapkát, a White Xmas Reindeer sapkát, a Green Reindeer Beer sapkát, valamint a Snowball Launchert, ami egy ilyen hógolyólövő fegyver, erről beszéltem már korábban a streamekben, végtelen lőszerrel, viszont egy kis minimális cooldownnal a két lövés között. Szerintem egy nagyon beteg weapon egyébként, de a szó pozitív értelmében, mert amúgy egy baromi jó ötlet volt ez a Rockstar-tól, nekem nagyon tetszik. Az meg végképp, hogy ingyen megkaptuk, úgyhogy ez egy tök jó kis ajándék. Illetve szintén ajándékba kapjuk a Candy Cane fegyvert, vagy hát nem is tudom, hogy minek mondjam, egy ilyen karácsonyi kis cukorka, cukornád, de lehet vele csépelni rendesen. Szóval lépjetek be a játékba, akár csak egy pár percre is, és megkapjátok ezeket az említett ajándékokat. Sok minden más karácsonyi dolog jött még egyébként, de azokról majd a videó végén szeretnék részletesebben beszélni. Úgyhogy térjünk is rá a pódiumautóra, ami nem más ezen a héten, mint a Vapid Click, ami egy ilyen szép zöld festéssel és egy ötletes karácsonyi liverivel került fel. Igazi ünnepi autó, nagyon hangulatos amúgy így ebben a formában, ahogy felkerült. Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek a kipörgetéshez. A Prize Ride-on pedig a Tahoma kupét találhatjátok. Ahhoz, hogy ez is ingyenesen a tiétek legyen, az első helyen kell végeznetek zsinórban 3 napig egymás után, bármelyik Los Santos Car-Meet versenyen, sok sikert ehhez is. És akkor jöjjenek az akciók, 30%-kal olcsóbb most a Baller ST, az Albany VSTR és a Buckingham Alpha Z1, és 40%-os akció van az Ocelot Ardent, a Vapid Riata, a Lampadati Pigalle és a Benefactor Straighter járműveken. A jó hír az, hogy nagyon sok megtalálható ezek közül a Simeon féle kereskedésben, ahol egyébként ki is tudjátok próbálni, illetve a luxury autókereskedésben is, ahol pedig szemügyre tudjátok venni kicsit közelebbről őket, és hát természetesen érkeztek új pénzszerzési lehetőségek is, ugyanis kétszeres dollár és RP szorzó van a drift versenyeken, az összesen, úgyhogy érdemes kipróbálni őket, ha még esetleg eddig nem tettétek volna meg. Szintén dupla szorzós a vadonatúj Snowball Fights Deathmatch, ez eléggé érdekesen hangzik, alig várom egyébként, hogy kipróbáljam, illetve a szintén új Festive Remix játékokon is, amiből 3 darab jött. És van egy tripla szorzónk is, az összes új Community Job 3-szoros szorzót kapott, amik egyébként minden festive hangulatú pályák, és itt is vannak eléggé érdekesek, finoman szólva. A holnap esti előadásban meg fogjuk nézni ezeket is mindenféleképpen. Aztán bekerültek az új Rubberik a Salvage Yardra, ezen a héten a Triffid Truxot, a Comet Safarit, illetve a Vapid Clicket lophatjátok el. És ne feledkezzünk meg a Time Trialokról sem, a Land Vehicle-os a Lake Vinewood Estates, az RC Banditos a Construction Site 1, a Junk Energy pedig a Sewer System. Hát így a hóban azért nem olyan egyszerűek, de azért sok sikert és legfőképp kitartást a teljesítésükhöz. És akkor nézzük meg az új tartalmakat, bekerült a Southern San Andreas oldalára a Bravado Dorado, micsoda jó név, ami 1.375.000 dollárba kerül, a holnapi streamben feltringoljuk és megnézzük, hogy mit tud, illetve Warstock oldalán megtalálható mától a Boxville-nek az LSDS változata, 475.000 dollárért, trade price alatt csak 356.000, amit úgy tudtok kioldani, hogy teljesítitek az új pódium Rebirth hostként. Ez az autó egyébként Pegasusos, nem lehet saját garázsban tárolni, ha valaki szeretné megvenni. És akkor nézzük az ünnepi eventeket, amik között vannak visszatérők és vadonat újak is egyaránt. Visszatért a Weasel Plaza Shootout, aminek a keretein belül megszerezhető a VM29 pisztoly. Ez ugye egy ilyen Die Hard easter egg is egyben, készült róla tavaly már egy részletes bemutató videó, amit a kommentek között rögzítve megtaláltok. Aztán visszatért a Snowman Collectibles, ennek a lényege, hogy 25 hóembert meg kell semmisítenetek, és akkor kaptok egy ilyen különleges hóember outfitet, ami éppen rajtam is van. Az erről szóló videó szintén ott lesz a kommenteknél. Aztán ismét elérhető a Gooch Event,
ami egy random event, bármikor megjelenhet a Grinch, hogy elraboljon tőled pénzt, de hogyha sikeresen le tudod győzni, akkor feloldhatod a Gooch outfitet, szintén készült róla a videó, rögzített kommentben megtaláljátok, és jött kettő vadonatúj event is, az egyik a Yeti Hunt nevezetű, aminek a lényege, hogy 5 nyomot meg kell keresnetek, majd legyőzni az erdőben rejtőzködő Yetit, és akkor tiétek lehet a videóban is látható Yeti outfit, valamint nem kevesebb, mint 100 000 dollár, igyekszem még ma délután vagy kora este feltölteni az erről készült videót. És a Happy Holidays Hall-ről is megérkezett, ami egy ilyen hát Coca-Cola-szerű kivilágított karácsonyi, nagyon hangulatos kamion, ami járja a várost körbe-körbe, és kisebb időközönként ajándékokat dobál, erről is fog készülni majd bemutató videó, valószínűleg csak holnap. És hát ahogy láthattátok is, rengeteg minden jött ma, de azért igyekeztem elmondani mindent és összeszedni, amennyire csak lehet, meg amennyire tudtam értelmesen logikai sorrendbe rakni, úgyhogy remélem, hogy azért ki lehetett bogozni a lényeget, meg hogy semmi fontosat nem hagytam ki, de szerintem amúgy nem. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó, találkozunk remélhetőleg még ma este a Yetis videóban, igyekszem tényleg elkészülni vele, holnap pedig a kamionos videóban, valamint este majd 6 óra vagy 8 órától, még nem tudom, a streamben. Úgyhogy én Dani voltam, köszönöm szépen a figyelmet, élvezzétek ki a havazást, mellékes megjegyzést, nagyon jó benne driftelni, úgyhogy próbáljátok ki. Hamarosan pedig találkozunk, sziasztok!